Az alakuló ülésen jelen volt Pető Tibor, Magyarország-Szlovákiai nagykövete, Berényi József, Nagycombat megye alelnöke, Forró Krisztián, a Szövetségpárt országos elnöke, állami és városi intézmények vezetői, valamint a történelmi egyházak képviselői. 20.118 szavazatra jogosult állampolgár volt bejegyezve. Nyilfa Péter, a helyi választási bizottság elnöke ismertette az október 29-i választások eredményeit. A polgármester választást Hájó Zoltán, a szövetség jelöltje, a szavazatok 46,2%-ával több mint 3000 szavazattal nyerte meg. A polgármester letette az esküt. Fogadom, szlubuje! A testületbe bejutott képviselők nevében Puha György mondta el az esküt, majd valamennyien aláírták a képviselői megbízatást tanúsító okiratot. A 21 tagú testület 18 tagja az előző 4 éves időszakban is képviselő volt, míg 3-an újoncok. 12-en a szövetség listáján jutottak be, 9-en pedig függetlenként. A szemben fejlődése, Csalók és fejlődése, és a magyarság megmaradása. Az új önkormányzatot Berényi József, Nagycombat megye alelnöke is köszöntötte. Kiemelte, hogy a szlovákiai és a kárpát-medencei magyarság megmaradásában is fontos szerepe van a városnak és az itteni döntéseknek. Hájos Zoltán polgármester székfoglaló beszédében elmondta, hogy az instabil gazdasági helyzet miatt nehéz 4 év következik. A rezsiköltségek emelkednek, a bevételek csökkennek, népszerűtlen döntéseket is kell hozni. Szükség lesz takarékossági intézkedésekre, viszont a szolgáltatások színvonala nem csökkenhet. A jövő évi költségvetést várhatóan csak januárban tudják elfogadni. Fejtörés fog okozni mindenki számára, mint a hivatalnak, hogy összeállítson egy megfelelő költségvetést a következő évre, mind a képviselőknek, és hát jó magamnak is, mert olyan sarokszámok jöttek ki, amiből nagyon nehéz kiutat találni, de biztos, hogy meg természetesen megtaláljuk. Ebben az évben, tehát december 13-a ülésen nem fogunk tudni előterjeszteni a képviselők elé egy következő évre egy átfogó költségvetést, mert nagyon sok bizonytalanság van, mint a gazdasági életben, mind a nagypolitikában. Ilyen nagy arányú bizonytalanság még a pénzügyi válság időszakában sem volt, illetve a koronavírus járvány időszakában sem volt, mint ami most tapasztalható. Inkább megvárjuk a központi költségvetést, hogyan fog alakulni, és ennek fényében picit bátrabban ugyan, de a következő évben akár a január 1.-2. hetében tudnánk akkor a következő évi költségvetést jóváhagyni. Ésszerűen kell a bejövő összegekkel gazdálkodni, másodszorban pedig az energiaválság tekintetében is spórolást kell minden egyes intézménynél bevezetni, és ez a spórolás nem mehet az oktatás rovására, tehát az annyit jelent, hogy a gyerekeknek ugyanolyan meleget kell biztosítani az óvodákban, iskolákban és a szociális intézményekben, mint hogyha nem lenne krízis. A következő 4 évben a korábbi 2 helyett csak 1 alpolgármester lesz Karafa Attila személyében, akit Hájos Zoltán nevezett ki. A képviselők létrehozták a 8 szakbizottságot, az egyes bizottságokban 6 képviselő és 2 külső szakember dolgozik majd, a városi tanács pedig 7 tagú lesz.